Van nekem egy ilyen akkumulátoros húrógépem, ami Strauss márkájú, jó pár éve megvan már. Hála jó Istennek, ezzel nem volt még semmi bajom, nem úgy, mint az a ugyanilyen nevű fűkaszával, ennek az egy ipari hulladék. De mindegy, most nem a fűkaszára van szó, szóval erről a húrógépről. Ennek most annyi a baja, hogyha a kapcsolót elkezdem húzni, elindul, gyakorlatilag nem történik semmi, marad a fordulatszám, húzom tovább a kapcsolót, és itt meg sokkal gyorsabban megy. Itt meg nem történik semmi. Na most ezt akarom megnézni, hogy tudok ezzel valamit kezdeni, vagy ez így marad. Most szétszedem ezt a fúrógépet, és akkor belenézek a belsejébe. Nos, hát a kapcsoló szétszedve nem poroszthatom a vezetéket a motorról. Igazán szervizbaját nem láttam, remélhetőleg csak kontakt hibája van, és én közben egy nagyon picit hajlítok, hogy nagyobb erővel feszüljön hozzá a érintkező felülethez. Hát, ha ez megoldja a problémát. Így. Hát arra figyeljünk, hogy a vezetékek könnyen kijönnek a kapcsolóból, de szerencsére be van jelölve, hogy melyik vezetéknek mi a funkciója, és oda vissza lehet tenni. Hát nem egy egyszerű feladat, azt hittem, nem ilyen szétesős ez a kapcsoló, gyakorlatilag három vagy négy kéz kellene hozzá. Hát most megpróbálom összerakni valahogy. Na kérem, most jön a fő próba. Itt most én nem raktam össze, csak így összeéleszettem a dolgokat, hogy megnézem, mi a helyzet. Oké, na, úgy tűnik, hogy működik. Na most a hiba a következő volt. A kapcsoló teljesen missziglet kellett szedni, és hát nagyjából így néz ki a felépítése. Itt van egy vezető sáv, és itt ellenállások vannak, és hogy nyomjuk a kapcsolót, ez egy kis csúszka csúszik végig úgy, hogy itt két oldalon ér hozzá. Na most itt, ahol csúszott, itt. Gyakorlatilag voltak részek, ahol ezek a kis vezetősávok a berakódott, lekopott rész szemcséktől, ezek itt így összeértek. És ugye hiába toltam végig, azok ott ugyanazon a áramkörön mentek keresztül, nem kapott több áramot, és majd amikor itt valahol olyan rész volt, ahol a két kis vezetősáv nem ért össze, akkor ott nagyobb fordulatra kapcsolt. Gyakorlatilag annyit kellett csinálni, hogy azt a kis lerakódásokat innen az érintkező közül ki kellett szépen törölni, és már jó is lett. A lényeg az, hogy a kapcsolót elég, hogy is mondjam, csak macerás szétszedni, de még macerásabb összeszedni. Mindenképpen olyanoknak ajánlom, akinek azért van egy kis kézügyessége, meg egy kis technikai érzéke, mert máskülönben csak bosszúság lesz, és esetleg nem is fogja tudni összerakni a kapcsolót. Ez így most kész, most összerakom az egész húrógépet, és akkor utána még lesz egy végleges próba. Nos, egy végső főpróba, még mielőtt ezt a burkolatot visszapattintanám, mert ezt elég nehezen lehet leszedni. Na nézzük. Oké, úgy tűnik, hogy működik. Még annyit, amikor a kapcsoló szét van szedve, akkor a vezetéke ki fognak hullani belőle. Nem probléma, mert amikor majd össze van téve a kapcsoló teljesen, a vezetékeket majd bele lehet dúdosni alulról a lyukba, és szépen bele fognak szorulni. A lényeg az, hogy nézzük meg, jegyezzük fel, jobb, hogyha fölírjuk, hogy melyik vezeték melyik helyen volt. Így aztán biztos, hogy nem lesz olyan probléma, hogy véletlenül valamit nem jó helyre teszünk, és tönkre tesszük a
fúrógépet, nem is a motort, hanem még a kapcsolóban is van elektronika, kis pici SMD alkatrészek, inkább azok lennének érzékenyebbek a fordított polaritásra. Na most hát egyenlőre ennyit, a fúrógép kész, most már ez is jó.